Sok szeretettel köszöntünk minden alapjárat nézőt, itt vagyunk Kiskun Lacházán a DRX ringen, ahol a Meglepkéknek az egyik rendezvénye van, ugye a kedves ügyfelek itt válthatják ki a kuponjaikat. Minden hónapban most egy ilyen autót kipróbálunk, úgyhogy most első körben ezt a Mustang Boss-t hoztuk el, amiről mit is kell tudni pontosan? A Mustang Boss 302, ez egy limitált darabszám, 2000 darab készült belőle, 11 mm-rel van ültetve az eredetihez képest, illetve 450 lóerős, ami körülbelül egy olyan plusz 30 lóerő a gyári verzióhoz képest, illetve hát mindenhol Boss felirat. Kaptuk az infót a tulajdonosától, hogy 500, de a Wikipedia 2000-et hoz belőle, pontosan nem tudtam megállapítani, hogy melyik hír az igaz így hirtelen, de kevés a darabszám mindenféleképpen. Na minden, most menjünk vele egy kört, úgyhogy tartsatok velünk. Igazi amerikai, amikor a kinyúrt csávó bemegy a boxterembe, és akkor így jól néz ki, meg vagány, de amikor bunyó van, akkor amikor bunyó van, vagy élesedne a helyzet, akkor aztán könnyen elfárad. Hú, gyerekek, a hidegrázás az rajtam van. 450 lóerő, hát ez nem úgy adja elő, mint az LC500, ez sokkal nyersebb annál. Sokkal puritánabb, a futómű az nem lágy, ezt nem lágy, sehogy se lágy. Negyedikbe csak megyünk, és úristen, milyen erő van az autóban, te Jézus egy atya. Hú, hát ez nagyon kurva. Én ezt megértem, hogy miért fizetnek be erre az élményvezetésre.